Merkantil Bankliga MB2 28. fordulójában az Ajka vendégei voltunk, ami mindig nosztalgiát ébreszt az óbudai Drukkerben, hiszen az MB3-ban hatalmas, nemes csatákat vívtunk ellenük. Az ötfehérek 31 ponttal a 13. helyről vágtak neki a meccsnek, mi egy ponttal kevesebbet gyűjtve, 6 csapatot megelőzve a 14. pozícióból vártuk a találkozót. Az Ajka tavasszal 8 pontot szerzett, Kemenes Szabolcs legényei 3 pont hiány kétszer ennyit. Csapatunk vezetőedzője csupán egy helyen módosította a kezdőt a hétközi Soroksár elleni mérkőzéshez képest. Schuster került be, és ezzel párhuzamosan Horváth szorult ki a csapatból. A mérkőzést Farkas Tibor vezette. Én már nem is számít meglepetésnek, hogy jól kezdtük a mérkőzést. A 6. percben Birtalan kap jó labdát, és aztán, ahogy látjuk, egy szenzációs mozdulattal indítja Borvetőt, aki Tar mellett megtartja, beengedi a labdát a 16-oson belőre, megigazítja, a lövése sem rossz, Horváth védett hatalmasat. A 20. percben ismételten mi birtokoljuk a labdát, Rabatin, Barci, Birtalan a labda útja, és ez utóbbi révén megszerezzük a vezetést. Birtalannak megvan az első gólja óbudai színekben, a 9. meccsen csak összejött neki. Összességében 208-szor játszott a magyar futball második vonalában, és a 82. gólját jegyezte. 2019-ben volt eredményes utoljára, akkor a Vasas színeiben talált be. Van egy dupla zicsere az Ajkának, ami kimarad, így ismételten mi vagyunk akcióban. Borvető, nagyszerű labda, Schuster megpróbálja megkerülni Horvátot, de rálép a labdára, ez egy szerencsétlen mozdulat volt, mert hogyha jól át tudja venni, és jól ott tudja hagyni a kapust, akkor lehet, hogy eldönti a mérkőzést. Az őszi találkozón betalált az Ajka ellen. Jönnek a hazaiak, ez a fejes meglehetősen gyenge. Egyáltalán nem okozott problémát Balázs Józsefnek. Szarka próbálkozott, aztán próbálkozunk ismételten. Megint Schuster túlságosan hátradőlt, alá nyúlt a labdának, így nem is találhatta el a kaput. A Siófok ellen duplázott, ezen a meccsen is megvolt a lehetősége, hogy 2 gólt szerezzen. Ez történt a 41. percben. Menjünk át a 2. felvonásra, és nézzük, hogy milyen események vártak ránk. Itt van például egy hatalmas bomba, Tóth Gergely találja el a kapufát. Egy perccel később pedig cserél Kemenes Szabolcs, ahogy látjuk, Schuster hagyja el a játékteret, és Horváth Oliver érkezik a helyére. Ők gyakran váltják egymást mérkőzésen belül. A hazaiak megpróbálnak felszabadítani, de hát ez egy szerencsétlen mozdulat az ő szempontjukból, hiszen a labda Borvetőhöz kerül, aki újfent otthagyja a védőjét, megigazítja, van ideje, csak a sarkot kellett volna eltalálni, nem sikerült. A 60. perc eseményét jegyeztük föl, ahogy ezt eddig érzékeljük, sokkal jobban futballoztunk, és már rég el kellett volna döntenünk az összecsapást. 68. perc, Köböl helyre érkezik Nyári, Birtalan pedig sziliváltja. Bő 20 perc volt hátra tehát a találkozóból. Aztán a 74. percben egy szerencsétlen pillanat a mi szempontunkból, hiszen a csereemberünk Nyári megsérül, így kénytelen elhagyni a játékteret. 6 perc után Szalai érkezik a helyére, beleegészülünk ki tehát az utolsó percekre. És az utolsó percek is rólunk szóltak, összességében itt van például egy olyan mozdulat, ami akár öngól is lehetett volna. Szerencséje volt a hazai csapatnak, és több alkalommal is szerencséje volt. Mi pedig nem tudtuk eldönteni az összecsapást, itt van még egy lehetőség, Szili, nagy lövés, hát nagynak nagy volt, csak nem volt pontos. 81. perc. Közel a másodikhoz, most már sokadszor Kemenes Szabolcs együttese. 83. perc, és ahogy az lenni szokott, ha egy csapat sok helyzetet kihagy, akkor ez bizony megbosszulja magát. A 83. percben Gál kiegyenlít szinte a semmiből. 1-1 a találkozó állása. Sokadszor mondom, kár érte, mert rég lezárhattuk volna ezt az összecsapást. Itt van még egy Sanszili előtt, aki megszerezhette volna a maga gólját, a lehetőségei megvoltak. De hát nem panaszkodhat. És mi sem panaszkodhatunk, hiszen jól játszottunk. Az más kérdés, hogy azért itt volt izgulni valónk. Ügyes gurigázás a hazaiaktól. Balázs visszatáncol a kapujába, hogy aztán ki tudja pofozni ezt a labdát. Gál helyzetét jegyezhettük föl, és még egy szöglet. Itt az utolsó pillanatokban Kulcsár kiemeli, megnyújtjuk,
A végeredmény pedig így 1-1, kár érte, mert megérdemeltük volna a győzelmet, de hát meg kell elégednünk az egy ponttal. Az összességében, hogyha a végeredményt nézem, akkor boldogabb lennék, hogyha ha már döntetlenről beszélünk, akkor mondjuk egy 4-4-es eredmény után tudnánk itt most sajtótájékoztatót tartani, mert mindkét csapatnak megvolt ahhoz a helyzet mennyisége, hogy ez így alakuljon. Ugyanakkor azt gondolom, hogy kritikusságát tekintve a helyzeteinknek, hogy a mérkőzés mely szakaszában voltak nagyon nagy helyzeteink, abban talán jobban állunk, mert ugye az első fél időben 200% közicserünk volt, egy-egy után is még volt helyzetünk, bár igazából a mérkőzés vége volt az, ahol a hazaiaknak jóval több és jóval komolyabb lehetőségük volt, tehát a legesleg végén valahogy megmentettük az X-et, ha már a mérkőzés közben nem sikerült komolyabb előnyt kiharcolnunk, ezt nyilván nagyon sajnálom, úgyhogy összességében nem vagyok túl boldog, nyilván, hiszen a helyzeteink alapján, mennyisége, minősége alapján rúghatunk volna jóval több gólt. Azért az egy hiányzik nálunk sajnos. És ha sikerült volna 2-3 gólt szereznünk, akkor én azt gondolom, hogy lett volna annyira, hogy van annyira stabil a védekezésünk, hogy ugyanannyi gólt ne kapjunk. Ez ma nem így történt. A végén meg, amint már említettem, ott már a döntetlennek is örülünk kellett. Egy igazán nehéz mérkőzést játszottunk, de erre számítottunk, hiszen egy mozgékony, technikás ellenfél ellen kellett játszanunk. Úgy érzem, hogy kicsit két ellentétes félidő volt, annak ellenére, hogy első félidőben is nagyon sokszor próbálkoztunk kapura lövésekkel. Most a statisztikát így nem tudom, de mondták, hogy nagyon nagy szám jön ki igazából, csak megint ott tartunk, ahol az előző mérkőzésen is, hogy rengeteg helyzetünk van, de azokat nem értékesítjük, tehát óriási helyzetek, tehát már nem is tudok mit mondani, és itt a mérkőzés utolsó 5 percében legalább 3 nagy helyzetünk volt. Azt viszont nem szabad elfelejteni, vagy azt sem szabad elfelejteni, hogy a vendégek is eldönthették volna többször is a mérkőzést, hiszen kontratámadásaikból több zicsert is kidolgoztak, úgyhogy igazából mind a két csapat megnyerhette volna a mérkőzést, igazságos a döntetlen, bár most már ránk jár a lúd, mert tényleg ennyi helyzettel más csapat a bajnokságot nyer, mi pedig nem igazán tudunk haladni. Bár azt hozzáteszem, hogy az utolsó 5 meccsből 1 vereségünk van, tehát azért masszív a csapat, van mire építeni. Hát ennyit szerettem volna, a kerületnek gratulálok az egy ponthoz, és sok sikert kívánok nekik.